Estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió Műhely című kulturális magazin műsorának nézőit. Nagyon sok témával várjuk Önöket, hamarosan beszélgetünk majd a cserkészetről, aztán megmutatjuk Önöknek a 100 plakát című kiállítást, amely a Szombathelyi Képtárban látható. Március 5-én végre hivatalosan is megnyílik az Ézeum Savariensi Régészeti Műhely és Tárház, az igazgató és a régészeti vezető lesz majd a műsor vendége, és hát persze nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a hét végén kiosztották az Oscar-díjakat. Itt lesz velünk Vágvölgyi András mozgókép pedagógus, akivel az idei díjazottakról fogunk beszélgetni. És hogy mit nyerhetnek tőlünk azok, akik a 0620-2800 nem emel díjas SMS számra üzenetet küldenek nekünk. Két darab jegyet az Aida című musicalre, amely a Művelődési és Sportházban lesz majd március 13-án, szerdán este 7 órakor. Ugyancsak van két darab jegyünk, a Csíkzenekar március 14-i csütörtöki sportházbéli koncertjére, szintén este 7 órakor kezdődő program. Van az E-Style felajánlásával is nyereményünk, illetve a Szombathelyi Képtár is felajánlott belépőjegyet, itt többek közt az említett 100 plakát című kiállítás, illetve a Dóczi László emlékkiállítás is látogatható. Tartsanak tehát velünk, a következő percekben pedig szeretném, ha figyelemmel kísérnék azt az összeállítást, amelyet az elmúlt hét végén készítettünk, amikor a Cserkészmozgalom 100 éves születésnapjának alkalmából egy emlékülésen nagyon sokféle téma szóba került ennek kapcsán Szombathelyen. 1947-ben az újjáépített Székesegyház felszentelési ünnepségére több mint 100 000 érkeztek Szombathelyre. Az ünnepi esemény szervezésében helyi cserkészek is részt vettek. Kapcsolatukat az egyházmegye papjaival és püspökeivel több régi fotó is megörökítette. Az egyik fénykép tanúsága szerint Kovács Sándor a tihanyi táborban látogatta meg a fiatalokat, de már korábbi elődje Mikes János is felismerte, hogy a keresztény társadalom erősítésében és az ifjúság nevelésében fontos szerepet játszhat a cserkészet. Mikes nagyon jó személyes kapcsolatokat ápolt a Vas megyei, illetve az egyház megyei cserkész csapatokkal, és hát ez főleg abban nyilvánult meg, hogy a Répce-Szentgyörgyi püspöki nyaralóban szinte minden nyáron a cserkészek tábort tarthattak, és ezt a tábort Mikes nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta. Egyébként minden olyan egyházmegyei rendezvényen, ünnepélyes aktuson, ahol a püspök megjelent, ott szinte kivétel nélkül voltak cserkészek is jelen. Így például, amikor 1925-ben Szent Éva alkalmából Rómába zarándokolt, akkor is vitt magával a cserkészeket, sőt egy zászlót is vittek magukkal, ami pápai áldásban részesült. A régi dokumentumok mellett előadások idézték fel az egyházmegye cserkész múltját. A konferenciát a Magyar Cserkész Szövetség megalapításának 100. évfordulója alkalmából szervezte a 3. nyugat-magyarországi kerület és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár. Arra gondoltunk, lévén a cserkész történelem, ennek a szakirodalma viszonylag gyérnek mondható, hogy ezzel a rendezvényen megpróbáljuk mind a történész szakmának, mind pedig a laikus, de rendkívül buzgó cserkészeknek egy kicsit a cserkész történelem felé irányítani a figyelmét. A Magyar Cserkész Szövetség 1912. december 28-án alakult meg. A Nyugat-Dunántúli szervezet 8 évvel később jött létre. A rendezvényen olyan érdekességeket is hallhattak az érdeklődők, mint hogy a 30-as években a fiatal papok is cserkész csapatot alakítottak, és a Szombathelyi Szeminárium tanrendjébe is bekerült a cserkészet, vagy hogy a legendás utazó Almási László is cserkész volt. Angliai tanulmányai során ismerkedett meg a mozgalommal, majd az első világháború után szerepet vállalt a cserkészet hazai megalapításában. Ő személyesen Baden-Powellnél eljárt 1919 után Angliában felkereste, hogy a Magyar Cserkész Szövetséget vegyék fel a Nemzetközi Cserkész Szövetségbe, illetve hát végig a külügyi titkára volt a Cserkész Szövetségnek Almási László, és a
a műszaki, illetve térképészeti kapcsolatokért volt felelős, tehát gyakorlatilag végigvezetőségi tagként tevékenykedett, amíg igazából az afrikai kutatásainak az időbelisége miatt hát le kellett mondani a cserkészetben betöltött funkcióiról. A cserkész mozgalmat 1948-ban betiltották, és csak 40 évvel később alakulhatott újjá. Azt kell mondani, hogy a Jóisten különös kegyelme volt, hogy még éltek azok az idős cserkészek, akik valamikor cserkészek voltak, de ilyen 60 év körüli emberként át tudták adni azt az örökséget, ami a cserkészetet jelenti. A konferencia időpontjául azért választották éppen február 22-ét, mert 1857-ben ezen a napon született a cserkészet megalapítója, Baden Powell. És igyekszünk a cserkész mozgalomról még többet megtudni. Mindazoktól, akik itt ülnek most velem a stúdióban, tisztelettel köszöntöm Csaba Zsuzsannát, a Csernel István cserkész csapat őrsvezetőjét Kőszegről, Stamf Ildikó cserkész segédtisztet, a 3. nyugat-magyarországi kerület vezetőtisztjét, illetve a kerület elnökét, Hamza Istvánt. Jó estét kívánok! Szombathelyi az 51-es Sík Sándor cserkész csapat, élénk cserkész élet zajlik, és hát ugye nem sokkal ezelőtt már talán úgy fogalmazhatnék, hogy önálló székhelyük is van, mert hogy a Martineum udvarán felépült egy kis közösségi tér. Igen. Hát a bevezetőben is elhangzott, hogy 1988-89 volt az, amikor újjáalakult 40 évi betiltás után a magyar cserkészet. Akkor természet sorra alakultak a cserkészcsapatok, újra megalakult a kerület, nagy volt a lelkesedés, de természetesen én magam is újonc voltam, bár ennek az 51-es Sík Sándor cserkészcsapatnak a parancsnoka lehettem. Nekem is akkor kellett mindent megtanulni azoktól az idősektől, akikre már az előbb szintén hivatkoztam. A tudás hiány mellett hát problémát okozott az is, hogy gyakorlatilag a nulláról indultunk, semmiféle cserkész vagyonunk nem volt. A cserkész csapatokhoz hozzá tartozik, hogy legyen valahol otthonuk. Hát nekünk a Szentkereszt lelkészség, a Kálvária mindig kedves otthonunk volt, de olyan helyiségeink, amely csak és kizárólag a miénk lehetne, olyan nem volt, és hát ezért volt hatalmas nagy öröm, hogy most az elmúlt 2-3 évben a időközben felnőtté nőtt cserkészek hatalmas szervező munkájával, Király Zoltán hatalmas szervező munkájával saját otthonunk épülhetett. Hát ez az egész kerület szempontjából egy nagyon jelentős esemény volt. Ott van ez a bizonyos kiállítás, amire ön még az adás előtt hivatkozott? Nem, a november 3-án megnyílt kiállítás az a Szent Márton látogatóközpontban van, ahol Hende Csaba miniszterelnök úrral együtt megnyitottuk a kiállítást, és ezzel is emlékezve, hogy 100 éves a magyar cserkészet. Visszatérve még egy kicsit a gyökerekhez, honnan indul a cserkész mozgalom, milyen megfontolásból született, és hát aztán hosszú megpróbáltatások után gyakorlatilag él és virul, Ámbátor talán kicsit kisebb háttérrel, de hát ez az önök feladata, hogy minél szélesebb legyen ismét a mozgalom. Hát a cserkészet Angliából indul, Lord Baden Powell, akit mi csak Bipinek mondunk, így könnyebb kimondani a nevét, ő volt a cserkészet egyszemélyi kitalálója és létrehozója. Ő rájött, mint katonatiszt, hogy a fiatalok, azok, hogyha feladatot kapnak, akkor milyen jól megállják a helyüket a különféle élethelyzetekben, és ő létrehozta ezt a mozgalmat, ami egyáltalán nem katonás, ugyanakkor egy csomó olyan elem van, ami hát nyilván ebből származik. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy ő rendkívül zseniális pedagógiai módszerekkel jött rá azt, hogy hogyan lehet a fiataloknak megadni azt, hogy saját maguk alakítsák az életüket, értékes emberek legyenek, és hát ez az az örökség, és ez az a cél, amit ma is képez a cserkészet, 100 év után is. 1907 nyarán volt az első cserkésztábor Angliába,
és hát büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozott akkoriban, hiszen 2 év múlva, már 1909-ben már elkezdődtek a magyar cserkészcsapatok szervezése, és mint az elhangzott, 1912. december 28-án megalakult a Magyar Cserkészszövetség. Ez alatt, a 100 év alatt, ami eltelt, hát nagyon sok mindent átélt a magyar cserkészet, többek között 2 világháborút, 2 pusztító idegen elnyomó diktatúrát, 40 év betiltását, úgyhogy az, hogy ma van itt Magyarországon cserkészet, az a cserkészetnek az életre valóságát, az életképességét biztosít. Aki amerikai filmeket néz, az leginkább azzal azonosítja a cserkészeket, hogy nagyon ügyesen tudnak elboldogulni, mondjuk ha magára adja őket valaki az erdőben, mert hogy olyan praktikus, hasznos dolgokat tanulnak meg a gyerekek adott esetben egy ilyen táborban, hogy még ennek a kihívásnak is meg tudnak felelni. Ma is hasonló még a célkitűzések egyike, mondjuk? Természetesen nagyon sok praktikus dolgot megtanultunk a gyerekekkel, mint csomózás, tűzrakás, térképészet, tájékozódás az erdőben, útjelek, sípjelek, nagyon fontos számunkra a népdal, népmese, mondák, mind a magyarság ismerete. És hát ezeket a táborokba és az ősi foglalkozásokon tanulják a gyerekek őrsökbe. Ami szerintem még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy felekezetek feletti független mozgalom. Igen, tehát bárkit fogadunk, minden csapat nyitott vallásra, származásra való tekintet nélkül. Ehhez annyit vettek hozzá, hogy amikor 1912-ben megalakult a Magyar Cserkészszövetség, Budapesten a Calvin téri református gyülekezetnek a termeibe, az maga volt az ökumenének az első megjelenése talán az egész világon, ugyanis ott katolikusok, reformátusok, evangélikusok együtt alakították ezt a cserkész mozgalmat, és hát azt kell mondani, hogy ez mind a mai napig semmiféle problémát nem okoz a különféle felekezeteknek a megjelenése a cserkészeten belül. Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az, hogy ilyen őszfejjel is lehet valaki cserkész, az annak a bizonysága, hogy a cserkészet valójában nem egy gyermek vagy ifjúsági szervezet, a cserkészet egy életforma. A cserkészetet is, ezt az életformát is egészen fiatalon kell elkezdeni, hiszen az ember az életét is fiatalként kezdi el, de gyakorlatilag nem lehet belőle kiöregedni. Szólítsuk is meg a fiatalabb generációt, hogy vajon mi ilyen indíthatásból vállalja valaki akkor ezt a hosszú távon életformának tekinthető mozgalmi létet? Hát én személy szerint, amikor 2003-ban elkezdtem cserkészkedni, nekem a legnagyobb motiváció az volt, hogy nekem az összes testvérem cserkész volt, tehát mi 5-en vagyunk testvérek, és mindezöten cserkészkedünk. Egyébként még nagy motiváció az, hogy amikor tehát mi toborozni szoktunk minden évben őrsöket, elmegyünk iskolákba, felszólítjuk a diákságot, a piciket, hogy cserkészkedjenek. Fontos az, hogy nem különböző helyekről idegen gyerekeket szólítunk meg, hanem próbálunk egy helyről, hogy a barátaikkal jöjjenek el együtt, nézzék meg, mi az a cserkészet, megtetszik, akkor ott is maradhatnak persze. Tehát nyilván, hogyha az embernek a barátai is vele együtt mennek és megnézik a cserkészetet, akkor már bátrabbak ugye a gyerekek. Miből állnak a napi vagy alkalmi foglalkozások? Igen, nálunk egy hetente egy ilyen alkalom szokott lenni, egy ilyen egyórás őrsgyűlésnek a keretében. A legfontosabb az, hogy minden őrsi játszani szoktunk, tehát a játék az, ami még nagyon motiválja a gyerekeket. Mi az őrsin mindig szoktunk énekelni, mindig tanulunk új dalokat, és amit itt az Ildikó is mondott, hogy amiket majd hasznosítani tudunk táborokba, itt tanuljuk meg az őrsi foglalkozásokon ezeket a például csomózást, ugye, amit mondott, mindazokat az őrsiken tanuljuk meg. Új játékokat tanulunk, mesélünk nekik a régebbi foglalkozásokról, a régebbi cserkész rendezvényekről, hogy majd amikor jön a következő cserkész rendezvény, ők mire számítsanak, és hogy szeretettel várjuk őket is. Milyen célkitűzései vannak a mozgalomnak ma?
Ma Magyarországon 8-10 ezer cserkész van. Ez relatíve kevés, és szeretnénk eljutatni minden magyar fiatalhoz a cserkészetnek legalább az ismeretét, hogy tudja, hogy van cserkészet, és hogy mi várjuk őt. Ezért ma a nagy feladat az, hogy minél több olyan városban, ahol nincs cserkészet, ott elindítsunk egy-egy csapatot. Ez ma az országos elnökségnek, vagy hát a Magyar Cserkész Szövetségnek a célkitűzése, és nálunk is sajnos nagyon sok városban a Nyugat-Magyarországi Cserkész Szövetségben nincsen, úgyhogy nekünk a kerületnek ez a célja, hogy ott ezekben a helyiségekben is legyen, és minden gyerekhez eljusson ez a csodálatos dolog. Aki kedvet kapott, esetleg ennek a beszélgetésnek a nyomán a szól jelentkezhet önökhöz? A cserkész.hu-n. És nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is várunk. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, mi szintén jubileummal folytatjuk, ugyan nem kerek jubileummal. A képtár 28 éve nyitotta meg a kapuit, képtár történet 100 plakátban elmesélve, ezzel a címmel nyílt kiállítás a múlt héten. Kerek évfordulókra általában nagyszabású tárlattal készül a szombathelyi képtár. Bár most nincs ilyen jubileum, mégis jelentős dátumként jegyzi majd az utókor a 2013-as esztendőt. A képtár történet 100 plakátban elmesélve című kiállításra magyarázatot az első és a jelenlegi igazgató ad. Az intézménynek a helyzete ugye most január 1-ével ismét megváltozott, visszakerült a Szavária Múzeumba, és hát ez a 28 év így megérdemli talán az, hogy mielőtt a régi új helyzetbe került, egy kicsit visszapillantson az intézmény az elmúlt évtizedekre. Én úgy gondoltam, hogy mindenki szereti a születésnapot. Hát most 28 év, akkor 28 évet ünnepelünk. Úgy gondoltam, hogy ez nagyon fontos dolog, megjelenni a városba, hogy tudjanak rólunk, hogy nem csak van egy képtár, hanem egyszerűen annak vannak kiállításai, és ez már több mint 500 kiállítást jelent, és abból 100 plakát bemutatja Dióhéjban, hogy mi is történt az elmúlt 28 évben a szombathelyi képtárban. Az elmúlt 3 évtizedben sok minden változott, de van, ami nem fog az idő vasfoga. Nem csillapodó lendülettel dolgozik a gárda, és bár harmadannyian vagyunk, a kiállításaink ugyanúgy színvonalasak, és ugyanúgy hozzák be a világból az újdonságokat, és ugyanúgy megmutatnak minket a világnak. Annak idején, amikor megnyílt, akkor mindenképpen az ország első olyan intézménye volt, amely kifejezetten képzőművészeti múzeum céljára épült. Ugye utoljára ilyen a Szépművészeti és a Műcsarnok volt. Tehát Magyarországon durván 100 év alatt nem építettek ilyen célra épületet. A szombathelyi képtár részben közadakozásból, közakaratból épült fel. Az erőkészítés feladatát Gonda György vezetésével a Képtárépítő Egyesület végezte. Adományokat gyűjtöttek, a segíteni akarók téglajegyeket is vásárolhattak. Végül az építkezés 100 millió forintos költségéből 40 milliót sikerült civil felajánlásokkal előteremteni. Az 1985-ös első kiállítás a szocialista művészetet és Derkovics Gyula munkásságát mutatta be. Én olyan hirtelen kerültem ide, hogy nem is volt módom arra, hogy különösebben gondolkozzam azon, hogy na most mit lehetne itt csinálni. Tehát eltelt egy-két esztendő, míg kialakult az a koncepció, hogy tulajdonképpen teljesítenünk kell azt, amiért építették, tehát részben bemutatni azokat a művészeket, akik miatt Derkovics Dézsi Huberre gondolok elsősorban, és a hozzájuk tartozó vagy csatlakoztatható művészekre. Aztán később, ugye miután kifogásolták, hogy túlságosan konzervatív ez az egész dolog, akkor nyitottunk, és hát onnantól kezdve aztán próbáltuk bemutatni a kortárs modern művészetet is. Hát a második évben rögtön megjelent itt Molnár Sándor, aki annak idején hát az egyik iparterves művész volt, és hát a zuglói körnek egyik vezéralakja, úgyhogy már akkor se volt igaz az az állítás, hogy a modern művészetnek nem ad helyet a képtár. És ez azóta is így van? Tehát mindenféle műfajból befogad a képtár? Igen, hát ez megpróbálja teljesíteni, tehát azt a feladatát, hogy egyrészt a helyi művészetet próbálja, ez az első időben nem ennyire volt jellemző, tehát később alakult ki.
aztán ugye a kortárs magyar művészetet, aztán később ugye rájöttünk arra, hogy a hagyományokat is föl kell karolnunk, tehát így kerültek sorra olyan kiállítások, mint mondjuk a Hefele-Menyhért kiállítás, vagy a Dorfmeister, ami már az én időm után készült, de hát az előkészületeknél még vala közelben voltam. Aztán nyitottunk ugye külföld felé, és ez a kapcsolat ez időnként hullámzó volt. Tehát elsősorban a környező országok fele próbáltunk. Ugye itt voltak bevett rendezvények, mint a Pannonia Biennálék, aztán később Triennálé lett belőle. Aztán ugye ide került később a textilgyűjtemény, ennek kapcsán a textil biennálék, és aztán később a különböző textil kiállítások. Tehát a paletta az fokozatosan színesedett, és hát azt hiszem, hogy büszkék lehetnek arra az utódaim is, amit csináltak, és amit csinálnak, és remélem, hogy tudják is folytatni ezt a munkát. A kiállított plakátok jelentős részét a képtár grafikusa Recetár Ágnes készítette. Elég sokáig dolgoztam dekorációba, és ugye a kezemben volt a dolog, akkoriban minden kézzel készült, tehát rotringtollal rajzoltuk még a betűket is, vagy vágtuk ollóval és ragaszgattuk, és akkor ezt a kész terméket vittük gyakorlatilag nyomdába, ahol nagyon egyszerű technikával legsokszorosították. Mert ha csak tervet vittem, akkor a nyomdásszal rökös vitába keveredtünk, hogy kéne elkészíteni. Úgyhogy én kézzel megcsináltam, és akkor elvittük. Hát ez látszik is, mert általában egy színnyomású, nagyon vacak papíron készült, de hát ez volt akkor az elérhető számunkra, mert pénz ugye akkor se volt igazán komolyabb termékek előállítására. És akkor később, mikor eljött a számítógép világa, akkor már minden leegyszerűsödött. A fantáziát is sokkal jobban meg lehetett mozgatni, rétegeket tudott az ember egymásra tenni, fotókat tudott felhasználni, úgyhogy eltorzította, vagy elhalványította, vagy bármilyen technikát. Mert mondjuk egy ilyen plakátot kézzel annak idején nem lehetett volna megcsinálni, de számítógéppen már mindent össze lehet hordani. Általában szabad kezet kapok ezekhez. Nehezebb dolgom akkor van, mikor a művész maga szeretne beleszólni ezekbe a dolgokba, nehéz velük zöldágra verkötni. A Képtártörténet 100 plakátban elmesélve című kiállítás a vendégkönyv bejegyzéseibe is bepillantást enged. A tárlat május 5-éig látogatható. És már csak egy hetet kell aludni, és eljön, amire régen vártunk. Megnyílik az Ízeum Szaverjenzi régészeti műhely és teráz állandó kiállítása. Jól fogalmazok, vendégem a stúdióban Csapláros Andrea, az intézmény vezetője, illetve szakmai vezetője Sosztarics Ottó. Szervusztok! Szervusztus, köszöntöm is a nézőket. Igen, jól fogalmazol, tehát a nagy álmunk most végre valóra vált, és amint már itt többszörösen én is beharangoztam, bocsánat, Otto is beharangozott, és én is beharangoztam, most ténylegesen meg fog nyílni az állandó kiállítása az Ízeumnak, mert pedig március 5-én lesz egy zárkörű ünnepélyes megnyitó, és március 6-ától az Ízeum látogatható a szokásos rendben, ahogy eddig is, kettől vasárnapig, ugye 10-től 17 óráig és csütörtökön 18 óráig, de egyébként más programokkal is majd fogjuk még várni a kedves látogatókat. Akkor most az állandó kiállításról mi lesz? Mi az, ami oda kerül és ott marad? Hát ugye elsőként egy exkluzív válogatás abból az irdatlan mennyiségű régészeti leletből, amit ugye annak idején az elődök Szentlélki tihamérék, illetve hát mi 10 év alatt kivágáztunk a földből, és ez egy olyan kontextusban lesz beágyazva, ez konkrétan ugye a pannoniai római vallás történet, amiben ugye ez az egész szervesült. Tehát egy icipicit azt szeretnénk, hogy az emberek lássák, érezzék azt, hogy az antik ember hogy képzelte el a világot, hogy gondolkodott, és hát ugye tudni kell arról, hogy a vallás azért áthatotta az ő teljes létüket, gondolkodásukat, tehát sok mindent meghatározott. Ebből egy nagyon klassz pannoniai válogatás a Dunántúli múzeumokból, Szépművészeti Múzeum, magángyűjtemény és a Nemzeti Múzeumból, és egy kedvenc partnereink, határon túli pannoniai partnereink jóvoltából is jó néhány műtárgy ide fog kerülni. Mennyire különleges az a hely, amit mi magunkénak tudhatunk itt Szombathelyen, mennyire egyedi?
Hát abszolút egyedi, mert azért Izeum egy az, hogy nincsen túl sok a birodalomban, és ebben a méretben ugye ez a harmadik legnagyobb az egész római birodalomban, és itt Pannoniában egy újonnan újjáépített Izeummal találkozhatunk, ahol kiállító térben tényleg 900 négyzetméteren meg lehet látni, vagy megtekinteti a látogató mind a vallástörténeti részét Pannoniának, de tényleg, ahogy az Otto is mondta, kitekinthetünk a környező provinciákba is, hát például Innsbruckból is érkeztek ide a császárportrék hozzánk. Most arra akartam célozgatni hallgatván ugye Ottót, aki elmondta, hogy a Szépművészeti Múzeumtól a határon túlig mindenhonnan érkezik ide a régészeti anyag. Tulajdonképpen érdemes lesz távolabbról is idejönni, mert hogy olyasmit láthat a látogató, amit a környéken, tágabb környezetünkben sem láthat másot. Ilyen együtt. Kiállítás, igazándiból időszaki kiállítás volt vallástörténet Pannoniáról, ez Székesfehérváron volt, ha jól emlékszem, 96-ban, és azóta nem volt egy ilyen kiállítás, és főleg nem állandó kiállítás, ahol tényleg az embernek a legbensőségesebb kincsét, a vallását, a hitét mutatja be. Ebben a korban. Valami olyan kuriózumot tudsz-e mondani, ami miatt már kedd után szerdán érdemes lesz útra kelni, hogy megnézzük az Izeumban? Hát a sok tárgy végén néhány poén lesz, tehát egy picikét a látogató részese lehet annak, ami annak idején csak egy ízi szívőnek volt a privilégiuma, belecsöpelhet egy igazi római szertartásba, és találkozhat magával Ízis istennővel. Márciusban nem csak az állandó kiállítás nyílik meg, hanem elindul a programsorozat is az Izeumban. Igen, tehát március 6-ától látható az állandó kiállításunk, és rögtön az első hosszú hétvégén, március 15-e, 16-e és 17-én egy úgynevezett Bacchus Bor Fesztivál lesz az Izeumban, ami egy kicsit a római hangulatot idézve próbálja megindítani itt Szombathelyen a kültéri életet, ha így mondhatnám, és ebből szeretnénk egy sorozatot csinálni, hogy minden évben ténylegesen ezek a programok itt az Izeumban kezdődjenek el. Aztán milyen tervek vannak még? Hát természetesen ugyanígy a múzeumok éjszakáján részt szeretnénk venni, a kutatók éjszakáján. Idén is lesz ugye opera az Izeumban, a karneválon megint nagy fellépésre számítunk, a gyerekeknek nyáron nyári tábor, nem tudom, ha neked még. Hát, és hát mivel, hogy ott van az adottság, az épületben benne van, időszaki kiállítások. Egy kicsit levegőt kéne venni, és akkor utána arccal az időszaki kiállítások felé. Konferenciák persze, természetesen. Mindjárt a nyitás másnapjától. Igen, 7-én, 8-án egy külföldi workshop lesz nálunk. Kanuntumból érkeznek ide a Bécsi Egyetemnek a professzorai, professzornői. Egyébként Salzburgból és Grazból is érkeznek ide vendégek, akik előadást fognak tartani, és ezeket a keleti kultuszokat elemezgetjük egy kétnapos workshopon, ami természetesen nyitott, de ez elsősorban a szakmának szól. Azt még hadd kérdezem meg, hogy aki csak elmegy a múzeumba, és körülnéz, a múzeumnak nevezem a tárházat, mennyiben tud olyan formán tájékozódni, lesz egy extra tárlatvezetés, vagy eligazítják-e őt a vallási kultuszok között, kis táblácskák, hogy kell készülnünk? Vagy érdemes olvasgatni előtte Otto, hogy vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, ugyanis én láttam olyan bejegyzést már vendégkönyvben, nem a miénkében, hál' Istennek, hogy túl sok olvasni és kevés látnivaló van a kiállítása. Na ez a miénkre nem lesz jellemző, hiszen több mint 1000 tárgy, a pénzeket nem számolva, több mint 1000 tárgy lesz a tárlókban, ez egy irdatlan mennyiség. Háromnyelvű felirat, tehát mi várjuk, valóban tényleg várjuk a külföldieket, és még ennek a projektnek a keretében meg kell, hogy valósuljon egy audioguide-os többnyelvű vezetés. És hát ez az, amikor feltesszük a fülhallgatót, és igen, akkor tehát, sétálgatunk, és magyarázza nekünk ott a fülünkbe, hogy mit kell tudni. Ilyen jellegű dolog. És hát amennyire lehet interaktívá, sok makett, sok számítógép, sok film, ugye tévé is közel működött ezekben, de csupa-csupa olyan dolog, ami a látvány felől és az élmény felől közelíti meg az üzenetet, amit 21. századi vallás
Miklósi kultusz történet. De hát természetesen vezetések is lesznek, tehát azt is lehet kérni, mint magyar, mint mondjuk, aki iskolai csoporttal érkezik, az bejelentkezés. Tehát az iskolák már be is jelentkeztek az új kiállításra, tehát ennek is már megvan a múzeumpedagógiai programja. Úgyhogy azt mondhatnám, tényleg nagy áldás, mert nagyon sok iskolai csoport jön hozzánk, és meg is ismerik tényleg a római vallási életet. Köszönöm szépen. Március 5-én tehát ugyan szűk körben, de megnyílik a múzeum, és március 6-ától pedig a tágabb környezet számára is látogatható lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, Oscar díjátadással folytatjuk. Mindjárt mutatunk egy részletet abból a filmből, amely a legtöbb díjat csöpörte be idén. Az iráni események megdöbbentették a civilizált világot. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ne maradjon irat! Az amerikai követséget megszállták és túlszulejtettek több mint 60 amerikait. Ha segíteni akarunk, indulnunk kell most. Rendezte Ben Affleck. Mi történt? 6 túszt lelépett a hátsó kijáraton. Hol vannak? A kanadai nagykövetnél bújtak el. A gárdisták házról házra járnak. Ha meghalnak, csúf haláluk lesz. A Fehérház? Ki kell hoznunk őket. A tervhez szüksége van biciklikre. Pontosan, hadbicikli és térképek. Küldjünk nekik szobabiciklit, az sokkal kevésbé lesz feltűnő. Csoda lenne, hogyha megúsznák. Valós események alapján. Szia! Mit nézel? Van egy ötletem. Kanadai filmesek, akik szifit forgatnak. Oda repülök, és ők visszajönnek a stábban. Egy kamufilmet kéne csinálni. Szóval eljössz Hollywoodba, és játszod az agyad anélkül, hogy bármit csinálnál. Igen. Nem fogsz kilógni. Forgatókönyv. Érted? Fantasztikus kalandfilm. Hol? Mars, űrbéli sivatag. Exotikus helyszínkel. Producer is kell. Nálam a kamufilm is kassza siker lesz. Szóval nincs jobb rossz ötletük? Ez a legjobb rossz ötletünk, uram. Sajnos. Hamarosan. 72 órát van, hogy megmásd őket. Látogatónk jött. Hozott már így ki mást is? Nem. Nem filmet forgattak. Bízzuk magára az életünket. Ez a munkám. Eddig senkit sem hagytam cserben. Tudják, kik ők és hol bujkálnak. Akció lefújva. Történelmet írtak. Ha itt maradnak, elkapják őket. És akkor végük van. Megígértük, hogy segítünk rajtuk. Én ígértem meg. Az Argo akció. Azt hiszi, hogy a kis tört... Mutatunk majd még filmrészleteket, miközben Vágbölgyi András mozgóképpedagógussal beszélgetek a 85. Oscar gála díjazottjairól. Ugye az Argo akció című filmet, amely a legjobb film kategóriában lett többek között nyertes, mutattuk az imént. András, mi a sommás véleményed erről az éremesőről? Hát a szakma már akkor megnyugodott, amikor a nominálásokat nyilvánosságra hozták, mert a tavalyi év az a, nem tudom, hogy az Oscar történetében volt-e már ennyire minősíthetetlenül gyalázatosan rosszul összeválogatott jelölés, különösen ami a legjobb film díjazottjait illeti. Azzal együtt, hogy jó kis stílusjáték volt a némafilmes, de egy erősebb évben a jelöléség nem jutott volna, nem hogy dupla díjat, vagy tripla díjat, nem is tudom, ez a 4 díjat hozott el, és a fő díjakat mind ez a film kapta. Igen, ez előző évről beszélek. És most visszatért az Oscar, ugye az Amerikai Film Akadémia, és az a hagyomány az, amit szerintem úgy nagyjából a 2000-es évek közepe óta, olyan 2004-2005 óta rendületlen és töretlenül tartottak, hogy nagyon komoly falsős üzeneteket közvetítő filmek kerülnek jelölésre. Súlyos drámák, nem egyszer ugye például Catherine Bigelow 2 vagy 3 évvel ezelőtti dupla Oscar-díja esetében ugye aktuális, politikailag is érzékeny témát dolgoztak föl. Na ilyen most több is volt, ugye 9 filmet jelöltek a legjobb film kategóriájában, és... Meg az Argo is ilyen. Így tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a harmada az politikailag, történetileg kényes téma, sőt, még a Django-t ide veszem, ami ugye az a
észak-amerikai rabszolgaság történetének fölülírása volt, ilyen tarantinos módon, ahogyan a Bestelen Brigantik pár évvel ezelőtt ugye a holokausztot próbálta, vagy igyekezett fölülírni, amennyire ez lehetséges egyáltalán. Annyiban azt kell mondani, hogy fölülreprezentálva volt a történet, tehát nem volt véletlen például az, hogy ugye a legjobb filmek nominálásait az elnök feleség jelentette be, a díjat ő konferálta föl. Az tehát is egyébként rendhagyó. Egy rendhagyó dolog volt, hogy pont emiatt lehetett érzékelni, hogy és ezek minőségi darabok, szóval mondjuk már ki, hogy ez már régen nem egy amerikai filmdíj csak, azzal együtt, hogy megnyithatnák nyilvánvalóan jobban a úgynevezett idegen nyelvű filmek előtt. De hát például, a Szerelem című film. Így van, ez például egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a legjobb rendezésnél, és két kategóriában a legjobb idegen nyelvű és a legjobb film díjáért is versenyzett, a tavalyi legjobb európai film egyébként, ugye a Cannes-i Aranypálmát és a európai filmdíjon a legjobb rendezés, legjobb filmet kapta Haneke filmi, ami egyébként egy szikárd dráma, szóval ezt azért lehetett tudni, hogy ezt nem fogják szeretni Amerikában. Ez nem az ő ízlésüknek megfelelő. Ugye ez két idős ember szerelme, igen, egymáshoz kapcsolódása, hogyan nem tudnak egymás nélkül élni, egyikük súlyos beteg, kétszeri agyvérzés után, és hogy hogyan lehetséges valakit egyáltalán elkísérni, vagy elveszteni. Lehetséges-e ez a nagy kérdés, válaszol rá a film egyébként. Aztán api élete, ami ugye egy egészen különleges kategória. Egy különleges kategória, megmondom őszintén, hogy szoktunk tippelni, hogy egy mozi magazint viszek most már sokadik éve, és most elmaradt a hosszú szünet miatt a tippelés, de az egyik dolog, amiben atombiztosak voltunk, az a Pi látványáért járó díjazás volt, meg a filmzenénél is én személy szerint erre a filmre tippeltem, de megmondom őszintén, hogy mélységesen meg vagyok döbbenve. Engliek már jelölése engem teljes mértékben, szóval érthetetlen volt. Ugye nem sokszor történt meg a 85 Oscar-osztás történetében, hogy a legjobb rendező díjára nem jelölnek falsős rendezőket, akinek egyébként a filmje ott van a legjobb film díjáért futó versenyfutásban. Most ez megtörtént, és nagyon-nagyon elválta a kettő. Megmondom őszintén, én értem, hogy sokan szeretik ezt a filmet, majd 300 ezeren nézték meg decemberi bemutatót a Magyarországon is. De én például komoly, nagyon komoly rendezői hibákat látok ebben a filmben. A keret történetnek szerintem abszolút semmi funkció. Beszéljünk arról is, ami nem nyert, ami mindkettőnk nagy kedvence. Igen. Volt, a Messzi dél vagyjai. Szerinted mi az oka annak, titkos hogy... titkos favoritom, igen, volt, független film. Is bevallom, független film, és egy nagyon, nagyon szabálytalan apa-lánya kapcsolat, egy nagyon-nagyon rendhagyó, formabontó, nonkonform közösségnek az életét mutatja be, és valami olyan fajta friss, a független filmekre jellemző, ilyen majdnem dokumentarista stílben, tulajdonképpen ismeretlen emberekkel, ugye egy most 10. évében járó kislány, akit egyébként jelöltek legjobb színésznek, ő játsza elementáris tehetség, de ugyanígy az apját játsza egyébként New Orleans-i Pék, akinek, igen, a Katrina elvitte a vállalkozását, szóval az, amikor megátkozza az esőt és a vihart, az egy nagyon belülről fakadó dolog volt. Ezt mindenkinek ajánlanánk, ez egy, és úgy van bent például ez a mostanában trendinek számító ökológiai üzenet, hogy nem direkt, nem didaktikus, nem szájbarágos, egy nagyon-nagyon szerethető, hogyan tanuljunk meg együtt élni, igazi embermese, azt kell, hogy mondjam, fantázia van benne. Például ezt oda tenném szívesen a Pi életem elé, hogy mennyivel hitelesebb ez a fajta szürrealizmus. Az Anna Karenina csodálatos jelmezeiért kapta a díjat, aztán persze szuper befutó volt Adél a Skyfall-os betétdallal. Igen, aztán... ez is egy viszonylag atombiztos, erre nem sok nyereményt osztottak. Amit bizonyára sokan láttak, Családok a Merida, ami pedig a legjobb animációs film. Megmondom őszintén, hogy ez nekem kimaradt, nekem mennyiségben áradnak egyébként a viccesebbnél viccesebb, kreatívabbnál kreatívabb, számítógépesnél számítógépesebb animációk. Ezt nagyon nehéz követni, de ezt is így nagyjából lehetett. A színésznői díj volt szerintem az egyetlen, aminél igazándiból meglepetés született, illetve a férfi mellékszerep díja. Én ott például Philip Seymour Hoffmanre tippeltem,
akinek az alakítása a The Masterben legalább olyan értékű, mint a színészi díjra jelölt Joaquin Phoenixé. Megmondom őszintén, 22 éves, nagyon fiatal színésznő nyerte ugye a Napos Oldalban. A Napos Oldalért a színésznő díjat. Én Jessica Chastain-re, a Bin Laden film főszereplőjére fogadtam volna. Ő most már második, harmadik éve annyira jól választ, és annyira erős jelenléte van, hogy azt gondoltam, hogy most ez az év lesz az áttörés, és ez egy óriási alakítás volt, ugye Bin Ladent több mint 10 éven keresztül hajkurászó CIA ügynöknőnek, akinek tulajdonképpen köszönhető a siker, hogy sikerült megtalálni a rejteket. Nagyon jó alakítás volt. Ez az osztrák igen, és a befutó. Én őt szerettem egyébként, nagyon szerettem a férfi mellékszerepért, Christoph Waltzot. Tarantino másodszorhoz neki tetszik sikert. Most arra azért kíváncsi lennék, amikor majd ő egy főszerepért jelölést kap. Olyan sokat beszélgetnénk erről, mindenek előtt arra szeretnénk önöket biztatni, hogyha tehetik, azért nézzék meg ezeket a filmalkotásokat, mert érdemes. Így van, minőségi. Mindegyiknek van minőségi tartalma. Üzenet, András, nagyon szépen köszönöm, hogy erre a kis nyúlfarknyi időre is, de vállalkoztál arra, hogy egy kicsit visszaidézzük a 2012-es filmtermést. Köszönöm a beszélgetést, mi pedig sorsolunk gyorsan. Az Aida című musicalre, ne lepődjenek meg musicalre, van belépőjegyünk, amely az Agora Művelődési és Sportházban lesz, egy pillanat utána kell néznem. Szóval, ha jól emlékszem, szerdán este 7 órakor. A 0630 598 66 11-es számoló üzenetet küldő kedves nézőnk mehet el a párjával a Csíkzenekar csütörtöki koncertjére, ami ugyancsak az Agora Művelődési és Sportházban lesz este 7 órakor. A 0630 287 95 01-es szám tulajdonosa nyert belépőjegyet. A képtárban többek közt a képtártörténet 100 plakátban elmesélve vagy Dóczi László emlékkiállítása is látható. 0630 352 23 99-es szám tulajdonosa nyert ide két darab belépőt, és van még belépőjegy, vagy van még ajándékunk az Esztály felajánlásával, ez pedig a 0630 974 16 43-as szám tulajdonosai. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva várjuk önöket ismét, viszontlátásra! A műsorvezető stylistja Abért Eszter, az E-Styles üzlet tulajdonosa. A műsorvezetők fodrásza a L'Oréal.